Világában a szurkolók mindig figyelik a következő lehetséges sztárokat, és a 18 éves japán támadó Mario Miyaichiben meg is lelhették a jövő egyik csillagát. Az Okazakiból érkezett fiatalember tehetségére már 2010 nyarán felfigyelt az Arsenal, és most végleg az ágyusokhoz szerződött. Azonnal feltűnt, hogy az angol játékstílus mennyivel gyorsabb a japánénál. Gyorsabb a passzjáték, a ritmus, és egyáltalán a játékosok. Hirtelen minden gyorsabb volt a számomra. Miyaichi életében tehát minden felgyorsult, hiszen szerződtetése után a Feyenoord azonnal kölcsön kérte. Miután a nemzeti korosztályos válogatottakban is bemutatkozott, közelről megismerkedhetett az európai futballal, amit régóta követett hazájából. Amikor nemzetközi mérkőzéseken játszottam, az európai focisták játéka erős nyomot hagyott bennem. Otthon mindig követtük az európai topligákat a tévén keresztül, azóta érdekel az európai foci. Az európai labdarúgás, főleg egy fiatal japán tehetség számára, a világ csúcsa lehet. Többek között a magas nézőszám miatt az európai topligák a legjobbak a világon. Ha első vagy egy európai csapatban, az azt jelenti, hogy a legjobbak közt vagy az egész világon. Engem pont ez a kihívás ösztönöz, hogy a legjobb lehessek. A magas színvonal mellett az Arsène Wengerrel való együttdolgozás lehetősége csábította Riót Észak-Londonba. A menedzser még mindig nagy tiszteletnek örvend Japánban, a Nagoya Grampus Eight-tel eltöltött sikeres időszak miatt. Minden egyes szavából érzem, hogy nő az önbizalmam, és a legtöbbet akarom kihozni magamból. Még csecsemőkoromban volt a Nagoya vezetőedzője, úgyhogy abból a korból semmire sem emlékszem. Nem is olyan régen azonban, a Grampus Eight megint megszerezte a bajnoki címet, és ezt követően Wenger egyre gyakrabban jelent meg ismét a tévében. És ahogy néztem a reakciókat mindenre, bizony nagyon úgy néz ki, hogy az emberek még mindig imádják Nagoyában is. Még mielőtt az ágyusokhoz igazolt volna, Miyaichi a lelátón ismerkedett az Emirates hangulatával. Le voltam nyűgözve, ahogyan a szurkolók együtt éltek a játékkal, ami talán még gyorsabb volt a lelátóról, mint a tévében. Nagyszerű élmény volt. And it was awesome to watch the players I used to see on television just there right in front of me. Az Emirates légköre mellett Rio a kemény ütközéseket is megismerhette, amire ő is számíthat a jövőben. Láthatóan keményebbek a csaták, de megpróbálom érvényesíteni a gyorsaságomat. Természetesen fizikálisan is szeretném felvenni majd a versenyt a többi játékossal. Cristiano Ronaldo, Samir Nasrit és Thierry Henry csodálva Miyaichi reméli, hogy egyszer példaképei szintjére emelik majd. Szeretném, ha engem is imádnának a szurkolók, és azt is, hogy egyszer valakinek én lehessek majd a példaképe. Just like me.